Elnök, mondjuk ezt a játékot, mert ez nagyon fontos a számomra. Behúzom, figyelj! Most fordítva. Mindenki egyért, egy mindenkiért. Hogy legyen. Édesapám az Magyarországon született, ő már 17 éves korában kikerült Magyarországról, édesanyám még Németországban született, mert nagyszüleim menekültek Magyarországról. Minden testvérem itt született Brazíliában, otthon magyarul beszéltünk, és lényegében a cserkészeten keresztül ismerkedtünk meg jobban a magyarsággal, az volt a baráti körünk gyerekkorunkban, én már 4 éves koromban cserkész voltam. Ősvezető segélytiszt, vezető, körzeti parancsnok, és most az ősvezető kiképzéssel foglalkozom a cserkészeten belül. Ezek a fiatalok itt vannak, ezek mind az én növendekeim, szóval nekem a táncfesztivál, táncon is 15 éves koromban kezdtem el. És gondolkodom, hogy mondja, ezekkel a gyerekekkel láttam, hogy cserkészkedtek, magyarkodtak, és ez nekem az élményem, ez a feltöltődés. Hogy nem hiába munka volt, amit csináltunk évek, tizedeken keresztül. Szóval a magyar közösség az, nem mondanám, hogy haldokóban van, de kifogyóban van a magyar tudásban. Épp tegnap temettük Bálint Jánost, aki Kalózs Zoltánnak a távoli rokona, és mélyen elgondolkodtam azon, hogy a kulturált magyar fogyóban van. Mert az idősebbek, akik 90-80 évesen éltek még, azok mind haldokolnak, és olyan felelősségteljesség jött Pedroval, mondtam, a Pedro, most nekünk kell tudni, csak azért, hogy ott sem nőttem föl, nem is tudom pontosan, hogy miért csinálom, és most állj a kamerában, elbőgöm magam. Óriási vállalkozás, mert nincs kihez fordulni tudomásért. És az a Magyarország, amit ők hoztak ki nekünk, az már nem létezik igazából. Csak az ilyen kettőség, hogy a fiatalok, a gulyás meg a tánc, de ezen nagyon sok több minden van. Az irodalom, a történelem, a földrajzunk, és ez ugyan épp tegnap úgy beszélgettünk, hogy nehéz, mert nem ugyanaz, amit ők kihoztak és átadtak nekünk, és azt, amit mi most élünk. Ez egy más szinten van. Az egy sokkal mélyebb szint volt. De klassz az, hogy most egy harmadik, negyedik generáció még mindig foglalkozik a magyarsággal. Más szinten, és úgy át kellett váltani nekünk is, hogy a magyar társadalom. Elmegyünk egy táncházba, például a Magyar Házban, majdnem, hogy nem ismer senkit. Mert tudod, ez az új honosítással, új magyarok vannak ott, akik életükben nem voltak magyarok, de vonatkoznak, kötődnek és szeretik a magyarságukat.
de egy más fogalomban. Nekik ez egy olyan új valami, tudom, most felfedeztem, hogy magyar vagyok, és jó magyarnak lenni. Klassz látni, hogy ennyi idő után, amikor a nagyapja vagy a dédapja magyar, még mindig kötődnek, és élvezik a kultúránkat, az énekünket, a táncunkat, az ételt. Szóval érdekes ez így átélni, és része lenni ennek, ugye, hogy honnan jöttünk, hol vagyunk és hova megyünk. Ez mind így átgondolni, ez egy érdekes valami. Mi a harmadik generációsok vagyunk, a nagyszüleink vándoroltak ki, és az, hogy most magyarul beszélünk, ez mondjuk egy fontos része a magyar közösségünkben. Amikor kivándoroltak 40-es években, megalakult a cserkész mozgalom, maga a cserkész csapatok, magyar ház, templomok, stb. Magyar iskola. Magyar iskola nagyon fontos szerepe volt eddig is, és még ma is. Mai nap is sok gyerek van, nagyon sok vegyes házasság is van, ami miatt a gyerekek már nem igen beszélik a nyelvet, kevesen beszélik otthon. Mondjuk mi 30 éves körül vagyunk, tehát így akik 23-25 éves, az még rendesen beszéli, de már a fiatalok, kisgyerekek azokat most úgy tanítjuk, mint idegen nyelv a magyart. Persze van olyan család, ahol még mindig otthon magyarul beszélnek, magyarul főznek, meg magyarul ünnepelnek karácsonyokat. Meg. Tehát a szokásokat próbáljuk valahogy ápolni, és ezzel kicsit a néptánc mozgalom is hozzájárult nagyon sokat. Most például itt Brazíliában találkoztunk uruguayakkal, brazíliaiakkal, argentina, most felvidékről is jöttek vendégek, zenészek. Magyarországról is. És ez egy, a néptánc maga egy közös nyelv. Mindegy, hogy Uruguayban beszélik, vagy nem, a magyar nyelvet tudunk kommunikálni, mindig a tánc az a közös dolog. És mondjuk 180-an jöttünk össze, dél-amerikai magyarok, leszármazottok, és ez egy nagyon-nagyon erős összefogó mozgalom manapság. Tudnélik, a dél-amerikai néptánc fesztiválok 86-ban kezdődtek, Argentinában, Buenos Airesben, és úgy lett kigondolva, hogy két évente legyen egy ilyen nagy találkozó. Csak ahol lehessen táncolni, mulatni, és kicsit egymástól is tanulni. És a székháza ennek, ez mindig más ország, szóval Argentinában volt az első, utána Brazil, Uruguay, meg Venezuela is bele volt, ők is szerveztek már egyet. Na és így megy körbe végig, és azért és minden egyes fesztiválnak megvan a jellegzetessége, szóval Uruguayban nyáron csinálják, és a parton csinálják a szimpóziumot, a tánctábort, és annak megvan az a hangulata, hogy próba után mindenki lefut a partra, és mindenki beugrik a vízbe, és az annak a hangulata az nagyon jó. Argentinában tél van, így hát. Hát akkor csinálunk, forralt bort, és akkor forralt bort iszunk rá. Hát itt igazából tél van, de látod, rövid ujjú pólókban vagyunk itt, hát ez is, ennek is megvan az érdekessége, szóval Brazílban telet, azt igazából majdnem egy tavasznak látjuk itt. Viszont 2004 óta összebeszéltünk, akkor fölhívtuk a Karcsit Uruguayba, meg a brazilokat, Pedroékat, hogy azért szervezzük már meg, ez kell nekünk. Serkenti fiatalokat, a csapatokat, van egy miértje, miért gyűlünk, miért táncolunk, és van egy cél. Maga nem a színpadot keressük igazán, de ez is egy jó ürügy ahhoz, hogy na, gyakoroljunk, csináljuk, mert megéri, van egy fesztivál előttünk.
És na, 2004-ben beindult megint, és de akkor már nagyon erősen, tehát így nagyon nagy kedvel, energiával, és hál' Istennek mondhatjuk, hogy egyre közelebbi a magyarországiakkal a kapcsolat. Tehát kicsit kezdtek így ránk figyelni, na, vannak magyarok ott messze a világ végén valahol, és na, most élvezhetünk egy élő zenekart, magyarországi tánctanárokat, és ez persze közelít minket hazánkhoz, és ez valahogy mi is fejlődünk, meg megújulunk nagyon. A Regős Együttes, ez 1958-ban alakult, nagymamánk kezdte, aztán Vas Dénes, Dolyomikat is így adták tovább, ugye, generációra, generációra. Manapság van a Regős Együttes, alakult most a Kolomb Együttes is, egy felnőttekből álló csoport, és egy szép dolog, mert mindig fontos része az ifjúság, ugye, hogy ahhoz, hogy a jövőt lássuk. De sokszor elfeledkezünk a felnőttekről, akik szinte részt akarnak venni, vagy hova tartozni, vagy hova tartozni pontosan. És egy érdekes folyamat is történt most az utóbbi 2-3 évben, hogy Uruguayban, Argentinában, Brazíliában újjá alakultak csapatok, ilyen felnőttekből álló csapatok, akik régen táncoltak. És akkor a 60-as években rábai féle koreográfiákat adtak elő, most meg eredeti, hagyományos, autentikus néptáncot tanulgatják, és ezzel élvezük együtt ezt a kultúránkat. Mi miénk? Vége lett az előadásnak, és mindjárt átöleltük egymást ott a színpadon. És az... A néptánc által nagyon sok olyan magyar visszakerült a közösségbe, akik valami oknál fogva kiestek, vagy már nem jártak. És ez tényleg így szép számban összejövünk, amikor valami néptánc fesztivál előadás, vagy táncházat szervezünk. Ezért mondtam, ez a néptánc egy közös nyelv, nem kell kifejezetten magyarul tudni beszélni, viszont például a próbákat, táncpróbákat magyarul tartjuk. 2004-ben úgy 60-an voltunk táncosok, 2006-ban aztán kicsit többen, 80-an, 100-an, most már 180-an. Tehát ez is nő. Nem csak mennyiségben, hanem minőségben is, ugye? Mindig egy lépcsőfokkal feljebb, szóval, hogy volt színház, akkor egyre nagyobb színház, egy szebb színház, nagyobb öltöző. Van még egy megye, és már Paraguay van, szóval a legészakabbi megye, és oda vándoroltak be az első magyarok, akik ide érkeztek, még azt hiszem, hogy az első világháború folyamán. Század elején, és ott nagyon érdekes az öregekkel beszélni, tájszólásosan, meg... Szőkelyesen. Még most is? Még igen, most is. Nagyon kevesen, már 2-3 öreg maradt. És az egyik falu, tiszta magyar falu volt, akkor Onil Dugráti, úgy hívják. Sőt, még a helyi több foci csapatnak a magyar színei van a mezén, szóval piros-fehér-zöld, az a meze annak a foci csapatnak. Igen, és itt voltak zenészek, cimbalmos is volt. Szóval nagyon érdekes bevándorlás volt az, és érdekes közösség. Lassan kihalt, és beolvadt a helyekkel, viszont újra fellendült ez az érzés, hogy ne, azért magyarok vagyunk, és
mennek tanárok tanítani magyart, meg néptáncot, néha meghívják a regősöket, megyünk. És érdekes. Nekünk úgy jutott, hogy a szüleim mind a kettő Magyarországról jöttek. Anyukám 88-80 született, és 30-ban már utazott a családdal Montevideóra. Montevideo nagyon kis város, ott a magyarok mindig csináltak ilyen klubot, ami minden héten találkoztak a magyarok, ami ott voltak, és megismert anyukámat, és itt vagyunk mind. Mi már Uruguayban születtünk, négy fiú. Mi vagyunk mi? Magyarok vagy uruguayok? Az sohasem fog tudni, de a magyarságot én nagyon erősen érzem, de pedig nagyon imádom az uruguayot is. Csak akkor két ország van nekem. Régen volt öt magyar klub volt. Volt a református, volt a katolikus, volt a zsidó, volt egy kulturális, és az utolsó, ami beépítettek, ez az a magyar otthon, ahol akkor 36-ban csináltak meg ezt a mai otthont, és azért megcsinálták, mert sok problém volt a politika miatt, meg és a magyarok nem jól egyen voltak. Voltak magyarok, mindenki más klubba ment. És akkor csináltak ezt a mai otthon, ahol nem lehet beszélni politikáról, és csak támogatja a magyarságot, és még él. Az az utolsó, és csak az él most. Na, úgy van, hogy a öregek nagyon kevesen maradnak, és akkor én inkább próbálom, és akkor beszélek magyarul velük, de nincs sok ember, aki magyarul beszél a Montevideóban. És akkor támogattuk ezt, mert inkább a gyerekeknek, ami most ide jönnek Brazíliába erre a találkozóra, látnak, hogyha a brazilokkal csak magyarul lehet beszélni, mert nem ismernek ők a portugál nyelvet, és akkor ha mennek Magyarországra, hát már tavaly mentünk, és mindenki, Dani, gyere, fordíts meg, amit mondták. Na, látod, hogy muszáj beszélni magyarul. És akkor ők már észrevesznek arról, és akkor kezdenek már tanulni. Hát időben én vissza tudok menni 1957. január 23-ára, mert akkor érkeztem Venezuelába, akkor léptem arra a gyönyörű vidékre, országba, ahol csodálatos életünk volt nagyon hosszú éveken keresztül. A magyarok úgy beszélnek a venezuelaiakról, hogy ők a venézek. És a magyarok közül nagyon sok intellektuál került oda a II. Világháború után, tehát ez azt jelentette, hogy a gyárakban és az irodákban azt lehet mondani, hogy nagyon rövid idő alatt mindenki vezető pozícióba került. Tehát nagyon örültek, hogy mi megérkeztünk.
mert az országot építettük. Ne felejtsük el, hogy Venezuela egy nagyon fiatal ország. A trópus, azt hiszem, hogy nem csak a klímája, hanem az embereknek a trópusi viselkedése az egy különleges valami. És az egy nagyon jó befolyással van a magyarokra. Tehát a kombináció a magyar és a trópusi embernek a közös kapcsolata, az egy olyan nagyon kellemes és nagyon kedélyes embert hoz ki a magyarból. Tehát mi tulajdonképpen nagyon hálásak vagyunk azért, hogy oda kerültünk, és hogy tényleg pozitívan hatott ránk az ottani társadalom. Tulajdonképpen akkor, amikor a szüleink elhatározták, hogy elhagyják Magyarországot, akkor, hát miután én már 12 éves voltam, nem voltam annyira gyerek, hogy ne fogtam volna föl, hogy miért hagyjuk el az országot. És én abszolút tisztában voltam avval, hogy ők nem akarnak kommunizmusban élni, és nem akarnak egy nem szabad Magyarországban élni, hanem azt szeretnék, hogy a gyerekeiknek olyan lehetőséget nyújtsanak a jövőjükre tekintve, hogy szabadon élhessenek és választhassanak, hogy mit akarnak csinálni az életükkel. Úgy éreztem, hogy azt, amit a szüleim tettek, hogy eljöttek Magyarországról, most egy olyan pillanatba kerültem én, hogy nekem kell elhagyni Venezuelát. Ez egy nagyon nehéz elhatározás volt természetesen. Engem annyira visszaemlékeztetett a helyzet arra, amit én annak idején átéltem, hogy akkor a férjemnek mondtam, ezen valamit tenni kell. Persze felvetődött az, hogy akkor most hova. A férjem az argentin. És ő, mikor Venezuelába került én miattam, tulajdonképpen csak azért hagyta el az országát, akkor nagyon nehezen illeszkedett bele a venezuelai életbe, és ő azt mondta, hogy ő még egyszer másodrendű állampolgár nem akar lenni. Tehát, hogyha valahova megyünk, akkor vagy Magyarország, vagy Argentína, mert a Magyarország az nagyon feküdne neki, hogyha tudna magyarul. De miután nem tud magyarul, azt mondja, úgy se lehet élni, hogy én állandóan fordítok. Tehát akkor inkább azt választottuk, hogy Argentinába költözünk át. Ez 2007-ben volt, és én nagyon boldog vagyok, és ő nagyon boldog azért, mert én nagyon boldog vagyok, mert megtaláltam a helyemet. Akkor, amikor családi pillanatokat éltünk, egy vacsora, egy ebéd, akkor csak is spanyol nyelven ment a beszélgetés köztünk. Viszont a gyerekeimmel, hogyha kettesben voltam, akkor én mindig igyekeztem velük magyarul beszélni, és ők ezt nagyon élvezték, hogy tudnak magyarul, mert amikor olyan helyzetbe kerültek, ahol nem akarták, hogy megértsék őket, akkor feltétlenül csak is magyarul beszéltek. Thank you.
Így születem. A anyukám meg apukám megismertek a magyar templomba, református templom. Akkor szóval a nagyszüleim minden két részből magyarok, Erdélyből valahol. Otthon nem mindig beszélünk magyarul, mert könnyebb rajtot beszélni. De amikor van lehetőség ilyen anyukámmal, meg apukával, akkor anyukám mindig mondja, beszéltek magyarul. Nagypapám mindig azt mondta. Amikor gyerek voltam, nem értettem, hogy de miért? De portugál könnyebb, mindenki beszél portugál. Nagypapám, nem, ez muszáj lesz, csak megérted, amikor nagyobb leszel, akkor észre fogod venni, hogy mennyire muszáj. Nagypapám mesélt, hogy São Paulo-ban volt 11 magyar foci csoport, és minden tagnak volt a családja, szóval elhiszem, hogy nagyon sok magyar volt régen. Van egy kis falu itt São Paulo-ban, ami úgy hívnak, hogy Anastácio, és ott magyarok éltek. És emlékszem, valami nagyon-nagyon vicces, hogy mindig, mikor cserkészetről tanultunk, a magyar népdalok, katonai népdalok, és mindig van a búcsú, persze. És amikor énekeltem, észrevettem, hogy mindig nagypapám sírt egy kis szobán. Szóval biztosan volt neki valamilyen szeretője, de a háború elvitte őtet, Brosú felé, Szeben felé mennek a húszárok. Már messziről szól a trombitájuk, egy közülük mindig csak az fújja, hogy én a tiéd, te az enyém, nem mehetünk soha. Nincs kivel gyakorolni, érted? Nagyjából, mikor beszélek argentinokkal Facebookon, akkor magyarul beszélek, írunk. És vicces az, amikor mész az utcán, én többször csinálom, utcán vagyok, és mindig motorral, és akkor látom, hogy van a H betű, meg egy magyar kocsi, és akkor rögtön fékezem, és kérdezem, mindig, már kb. 6-7 év keresztül megállom, magyar, Isten veled, és megyek tovább. São Paulo ír autó, csak van rajta H betű. És a tánc, az az életem, nem tudom, hogyan élni a tánc nélkül. Dolgozok, munkatársam, az nem tudom, hogy hívok, ez magyarul, akivel vele dolgozik, ugye, munkatársam. Igen, az brazil, és mindig kérdezi, hogy mi ez a zene, ami te mindig énekelsz, meg minden, mondom, magyar zene. A legelején egy kicsit furcsán nézett, most már megérti, hogy szeretem, mondom, hiába, én mindig ezzel fogok dolgozni, akkor szokjál meg, érted? Otthon a barátnőmnek én tanítom a magyar ételeket főzni, anyukám is tanítja, ugye, már kezd magyarul beszélni egy kicsikét. Mondtam neki, figyelj, az első dolog az, hogy gyerekeim beszéljen magyarul, amikor lesz. Akkor azt mondta, jó, megértette, hogy nekem ez fontos. Az argentin barátnőim is Julónak hívnak, kicsit máshogy ejtik ki, ahogy tudják. És mind a négy nagyszülőm a II. Világháború után vándorolt ki Buenos Airesbe. És akkoriban Argentina nagyon jó helyzetben volt. Úgy hívják, hogy Dél-Amerika magtára,
ha valahogy le lehetne fordítani, úgy hívták annak idején. Úgyhogy azt mondták, hogy még a kutyák is kapnak enni. Ugye a háború idejében, amikor nem volt mit enni, akkor ez nagyon számított. Aztán volt a Buenos Aires-i déli külvárosi részen egy klub, de az már nem létezik. Volt Kordobában, Csákóban van egy elég nagy közösség, de nagyon kevesen beszélnek magyarul, vagy talán azok, akik még a szüleitől tanultak meg, de ott nagyon elveszett a magyar nyelv. Buenos Aires-ban is nagyon nehéz megtartani. Én a gyerekeimmel magyarul beszélek, de azt hiszem én vagyok mondjuk egy kézzel lehetne ezt megszámolni, mondjuk az én lányaimmal egyidősen magyarul hallanak a szüleitől, és magyarul is válaszolnak. Vezetem Buenos Airesban, hát még egy emberrel a magyar óvodát. Elég nehéz ezt így, mert végül is a magyart azt mi nem úgy tanítjuk, mint egy idegen nyelv, hanem nagyon szépen így fogalmazták a Balasiban, mint származási nyelv, ugye? Az azt jelenti, hogy otthon valamennyire a gyerekek hallanak magyarul. Egész más, hogyha egy tiszta argentin, akinek semmi magyar vonatkozása nincs, elkezd magyarul tanulni, ott egész máshogy kell közeledni a nyelvhez. És ez egy ilyen szürke, ilyen határeset, de amire most kezdenek figyelni, mondjuk Magyarországról is. Buenos Airesben már 60 éve létezik, vagy működik egy magyar iskola, aminek óvodája is van. Úgy Buenos Airesben, mint több országban, a cserkészet nagyon erős, és nagyon megadja a keretet annak, hogy a magyarságunkat, ha ilyen nagy szót lehet használni, megtartsuk. Játékszerűen, közösségépítésben, valahogy ez így szájról szájra, egyik generációról a másikra, hogy átadjuk amit tudunk, vagy amit szeretünk. De akkor, akik voltunk gyerekek akkoriban, azok mind otthon magyarul beszéltünk a szüleinkhez. Én is. Még most a anyukámmal spanyolul beszélek, valamikor a serdülőkorban valahogy váltottuk a nyelvet, de azelőtt csak magyarul beszéltünk otthon, apukámmal is. Akkor mondhatjuk, hogy kicsit romlott a helyzet. Én nem mondanám azt, hogy romlott. Szerintem ez teljesen természetes. És így, amit le tudtam szűrni, az, hogy nekünk az a legnagyobb hátrányunk, hogy messze vagyunk, és hogy nincs utánpótlás. Van egy-két magyar család, ami becsöppen. Van, aki így megszereti a közösséget, van, aki nem érti a közösséget. Mert ez is van, ugye, hogy nem értik, vagy nem gyerekek nem érzik. Főleg, hogyha kicsit idősebbek, már ilyen tizenévesek, akkor már nem nehéz nekik megérteni azt, hogy működik ez, nem? És vannak, akik teljesen beleszeretnek, felnőttek, vagy gyerekek is. Így, hogy mindenféle van. Brazil. De édesanyám Magyarországról jött,
a második háború után. A nagyapukám nagyon aktív volt a magyar közösségben, de 89-ben meghalt, és az egész családom már nem járt a közösségben. De volt egyszer, amikor én mentem a mamámmal nézni a táncpróbát, mikor 9 éves voltam, és nagyon szeretem, jó, és akartam táncolni. Szóval így kezdtem járni a magyar közösségbe. 9 éves voltam, nem beszéltem a nyelvet, de kezdtem a néptáncot, és kezdtem népdalokat tanulni, és stb. És így volt, és én táncolok akkor, kezdtem, amikor 9 éves voltam. Mentem először Magyarországra, amikor 16 éves voltam. Az 96-ban volt, és ott láttam, milyen fontos beszélni a nyelvet, és akkor gondoltam, hogy akartam tanulni. Visszajöttem Brazíliába, mentem csak Focaccia-ra a táncfesztiválra, visszajöttem Brazíliában, és kezdtem járni magyar órára. És így kezdtem egy erős kapcsolatban a magyar kultúrával, mert amikor beszélsz jobban nyelvet, tudsz érteni jobban mindent. És kezdtem gyakorolni nagymamámmal is, akkor sikerült megtanulni valamit. És ezután kezdtem vezetni a tánccsoportot. Dolgozni a magyar házvezetőségben is, amikor 5 éve ezelőtt vagy valami, és lettem a magyar ház elnöke 4 év ezelőtt, hogy tudjunk folytatni a munkát, ami az én nagyapám és mindenki kezdődött itt São Paulo-ban. Az nagyon fontos. Szóval ez az új generáció, ami itt van, aki már vegyes, mert nem mindenki teljesen magyar, mert aki alapították a magyar ház, magyarok voltak, de már nincsenek ilyen sokan itt Brazíliában, vagy már nagyon öregek. Szóval nekünk is kell most dolgozni, hogy lesz valami tovább. És az a fontos, hogy ahogy már nagyon vegyesek vagyunk, vagy harmadik, negyedik generáció, már nem mindenki beszél magyarul, szóval más dolgot kell csinálni, mint volt régen. Régen volt egy ilyen klub, ahol a magyarok jártak, és akarnak csak találkozni, és együtt lenni, és volt minden lehet minden más csinálni, és mindenki beszélt a nyelvet, de most nekünk kell például a magyar iskolát, hogy ez a harmadik, negyedik generációk tanulják a nyelvet például. Szóval más aktivitás van a magyar házban, mint volt régen, és nekünk kell gondolnunk, mit kell ajánlani nekik, hogy legyen és a magyar kultúra itt Brazíliában tovább. Szerintem itt São Paulo-ban, a magyar házban fiataloknak főleg a tánc mozgalom az a legfontosabb, mert táncban nem kell kötelező magyarul beszélni. Szóval ha kezdte járni a táncpróbára, és szeretsz a kultúrát, és kezdik, mint voltam én. Van a Pántlika együttes, van a Zrínyi együttes, van a Ropogos Csárdas együttes, és még a Sarkantya az a gyermek együttes, ami az utánpótlás a Pántlikának. Szóval igazából van 4 São Paulo-ban, még egy Jaraguá do Sul-ban, a Santa Catarina déli részen az országban, ami mi kezdtünk ez a tánccsoportot ott, mert ők már nem tudom, 5. generáció, azok a magyarok, akik jöttek ide 1870-es, nem tudom pontosan, de nagyon régen, és már nincs senki, aki beszél a nyelvet, de most már van, és szóval ez
ez működik. És amit elfelejtettem, Magyarországról is kaptunk ez a Körösi Csoma Sándor program emberek. Most kettő van itt São Paulo-ban és egy Aragvaduszóban pontosan. És ez, ők nagyon sokat dolgoznak és mennek az egész városba minden hét, és tanítják a nyelvet a gyerekeknek és a felnőttöknek, mert ami hiányzik nagyon, az a nyelv. A Grandi Levadi Ungaros veio para o Brasil. 1890-ben egy nagy magyar betörés invázió volt. E desses alguns foram para a região de Jaraguá do Sul. És a legnagyobb része Jaraguá do Sulba érkezett, és van egy része, aki más felé telepedett le. Szerinte 70 család érkezett, szerintem meg 150. Egyébként miután ugye megkapták a telkeket, Jaraguá do Sul városról beszélünk, ez lent van Dél-Brazíliában, Santa Catarina államban. Mikor felosztották a telkeket, akkor tulajdonképpen az erdő kellős közepén kapták meg a számukra kijelölt földterületeket. Indiánok voltak. Őket kellett tulajdonképpen onnan kipucolni. És akkor a helyükre érkeztek be a magyarok. Elszigetelten éltek maguk a magyarok, és saját maguknak kellett például a növényeket megismerni, milyen növényeket ehetnek, milyen gyümölcsöket ehetnek, mit termeszthetnek. Körülbelül 90% ez sváb betelepült volt. De a Hegion Veszprém. Is. Veszprém környékéről. Veszprém környékbeli falukról, Magyar Polány, Pápa, Kemájsz, Ajka. E os demais, ninguém, húngaro, ninguém sabe falar. Uh-huh. Hoje. Igazából ma magyarul senki nem tud. A svábot azt a legidősebbek használják. A legidősebb generáció. Ők mai napig úgy említik, most ezt ő nem mondta el, de én ezt tudom, hogy a sváb az egy magyarnak a dialektusa. Az első meg a második világháború olyan szinten rányomta a bélyegét magára a közösségre, hogy nem igazán mertek beszélni más nyelvet portugálon kívül egy idő után, és így elvesztették azt is, amit eredetileg beszéltek, ugye, hogy ne legyenek üldözöttek, mondjuk azt, hogy már az új saját hazájuk van. Ugye megkaptak egy hatalmas nagy területet, ős erdőkelős közepén. Tényleg nem volt semmi más, csak hatalmas nagy fák, mai napig nagyon-nagyon sűrű ott a vegetáció. És saját maguknak, ugye úgy érkeztek el magukhoz a telkekhez, hogy saját maguknak ilyen macsétékkel vágták ki az utat. A folyó mellett haladtak, mert ott könnyű volt haladni, és a folyó mellett, mikor már megérkeztek arra a területre, ami számukra ki volt jelölve, akkor elhelyezkedtek a családok. De a családokat azokat úgy képzeljétek el, hogy nem ilyen kicsi család, hatalmas családok voltak. Ugye mai napig döbbenet különben. Vannak olyan emberek, olyan tanítványok, olyan korombeli emberek, amikor megkérdezem tőlük, hogy hány testvéred van, és nem ritka 10-12 testvér egy anyától, egy apától. Megérkeztek ugye a kijelölt földterületekre, és ezek az emberek, ezek így nem ismerték ezeket a növényeket, amik itt termettek. Akkor ugye még nem volt rizs, még nem volt banán. És úgy tartották fönt magukat, hogy megfigyelték az állatokat, hogy az állatok mit esznek, hogyha nem döglött meg az állat attól a növénytől, vagy attól a gyümölcstől, amit megevett, akkor úgy gondolták, hogy jó, hát akkor valószínűleg ez minket is táplálni fog. Nagyon szorgalmas sváb nép volt, azért is kapta Santa Catarina állam ezeket a sváb embereket, mert hogy a császár akarta, hogy kicsit fehérítsük a népeket, meg neki kellett olyan nép, ami szorgalmas és dolgozik, és igen szeren dolgozni. Nem véletlen lett Santa Catarina állam a Brazília leggazdagabb és legjobban fejlődő állama. Ott a pontosság, a precízség és a munkának borzasztó nagy tisztelete van. Abszolút nagy a kontraszt különben észak és dél között, mondjuk São Paulo meg dél között is. Mert mondjuk azt, hogy São Paulo egy iszonyatosan nagy iparváros, Santa Catarinában még mindenki dolgozik, mint a hangya. És felépítettek egy templomot, ami a Szent István nevet kapta meg. Úgyhogy mai napig egy Szent István templomba jár a közösség. Amikor megkérdezett tőlük, hogy ki a Szent István, nem tudják.
De hogyha belépsz a templomba, minden piros, fehér, zöld. Az 1990-es évekig kultúrával ők nem nagyon foglalkoztak. Ők dolgoztak, mikor megkérdezték tőlük, hogy honnan való vagytok. Hát úgy tudom, hogy Magyarországról ez valahogy ilyen másodlagos kérdés volt számukra. Vagy háború alatt annyira elnyomták ezt, hogy nem foglalkoztak vele. Aztán egyre inkább elkezdték azt látni, hogy csak ott a lengyel kolónia, ott az olasz, ott a német, és mindegyiknek volt szokása. Mindegyiknek volt tánca, mindegyiknek volt étele, és nekünk miért nincs. És volt egy nagyon jó polgármester, aki a kezébe vette a dolgokat, és mai napig egy kulturális alapítvány segíti ezeknek a közösségeknek az életét, és azt mondta, hogy ha itt vannak magyarok, akkor valószínű, hogy valamit itt el lehet kezdeni. És ehhez, és itt jön be a képbe ő, meg hogy a maga a tevékenység, amit ő végez már. Most egy entró, primeiro foi? Prágrupo Gidansa. Ő volt az első között volt, aki a társcsoportban elkezdett járni, és akkor ennek a történetét ő ezt készletesen el tudja mondani. Az akkori polgármester felkereste a São Paulo-i magyar közösséget, és a pántlikának a táncosai kezdtek el velük foglalkozni. És két hetente lejártak a tánctanárok, illetve a főzőasszonyok, inkább úgy mondom, akik a főzőtudományt tanították a hölgyeknek, és akkor így kezdődött meg a folyamat. Az okozza a legtöbb problémát a kutatásban, amikor megérkezett a hajó, rosszul jegyezték le a vezetékneveket. Ami a Szalait, az Salainak írták le, a Pongrácot A-val írták le, a Füzit F-U-Z-Z-Y, szóval így van Gazsó, azt SCH-val jegyezték le. Nem is olyan régen, hát egy 2-3 hete egy Magyar Levesek Fesztiválja, azt hiszem 450-500 ember ott volt, és mindenkinek volt magyar gyökere. Abszolút, hogy ennyi kilométer, több tízezer kilométerre Magyarországtól, és hogy ilyen gyönyörűen, nem azt mondom, hogy mindenki, de sokan nagyon szépen beszélik a magyar nyelvet, és hogy szeretni, hogy akarják megtanulni a magyar nyelvet. Igen. És nem is ez a dolog, hogy most először magyarul tanítják őket, hanem először a néptánc, az a mágnes. És akkor így megszeretik a magyar néptáncot, és aztán meg elmennek a Balassi Intézetbe Magyarországra, és akkor megtanulják a nyelvet, visszajönnek, és akkor itt meg azért használják, és akkor a magyar néptánc által egy szélesebb látókört kap az a gyerek az őseiről, a kultúráról, a mi gyökereinkről végül is, a közös gyökereinkről. És azt hiszem, hogy itt van a mi több éves, meg nekünk is, hogy felvidékről, ugye, mert nekünk ugyanez a problémánk, hogy a nyelvet megőrizni, és akkor ezt végül is mondtuk nekik is, hogy nagyon fontos a néptánc, mert a hagyományos népi kultúra az magyarra, arról nincs mit beszélni, szóval az egyszerűen ezt, ha csinálod, akkor a népdal által, a népzene által, a ritmika által, a tánc által, azok a ahogy az ember beszél magyarul, akkor az a ritmusok, azok benne vannak a táncba is valahol. És akkor könnyebben tudja elsajátítani egy idegen is a nyelvünket. Nekünk is felvidéken fontos. Mm-hmm.
két lány, két fiú, minden négyen fél magyar, fél lengyel. Lengyel és magyar származásúak vagyunk, és minden négyen részt veszünk az összes ilyen programban, ami van lengyel, meg magyar, és táncolunk mind a két csoportban. És jó, hogy kerültek ide az a nagyszüleink a második világháború után. Anyámtól nagyszüleink azok Lengyelországból jöttek, és ide letelepettek Buenos Airesben, és apám részéről azok Magyarországról, Pécset, ott születtek mind a kettő. És az ők is 1948 volt, azt hiszem kávé, találkoztak lengyelek, magyarok, és akkor a szüleink ismerkedtek, és akkor megházasodtak, és akkor mi lettünk belőle. Igen. És nem tudom, otthon úgy csináltak, hogy kiskora óta vittek minket óvodába, magyar iskolába, amit van Buenos Airesben, a magyar házba, meg pedig cserkészetre és tánccsoportba. És otthon, mikor kicsikek voltunk, csak vagy magyarul szabad beszélni, vagy lengyelül. Mi a spanyolt az iskolában tanultunk meg. Otthon nem volt szabad beszélni spanyolul. Lengyeleknél nagyon sokan vannak, sokkal több lengyel van, mint magyar. De az is, a dolog az, hogy mivel olyan sokan vannak, nagyon sok kis lengyelház van, és nem annyira összetartóak, mint a magyarok, és szerintem például lengyeleknél, akik így olyanok, mint mi, már alig beszélnek lengyelül. És az is a lengyelekkel az van, hogy ők korábban jöttek el ide Argentínába, akkor már több generáció van. Ezek a találkozások a lengyeleknél nincsenek. Nincs az, hogy találkozunk a brazíliai lengyelekkel, és a, nem tudom, uruguayi lengyelekkel, csak van a szerészben vannak. A magyar házban mindig az ifjúságra, meg a gyerekekre csinálták az egészet arra, hogy mi tanuljunk magyarul, arra, hogy mi utazunk Magyarországra, arra, hogy mi tanuljunk táncolni. A lengyeleknél valahogyan az idősebb emberek nekik csinálják a dolgokat, vagy tartanak. Csak most észrevették, hogy ha nem csinálnak semmit az ifjúságnak, akkor fognak semmivel maradni. Én mindig Argentina. Azt válaszolok, hogy argentin-magyar-lengyel vagyok. Igen, én is. Mert otthon például, mikor van valami ünnepség, nem tudom, karácsony vagy húsvét, akkor mind a kettőt csináljunk. Például nem ünnepeljünk úgy, mint Argentinában, hanem az egész kalja, a vacsora, a mise, az egész az lengyel-magyar. Mind a kettő van. Legyen húsvét, legyen karácsony. Mamának nagyon fontos a tradíciót tartani, és ő lengyel, szóval lengyel származású, szóval a legtöbb ilyen tradíció az lengyelféle. Igen. Lengyelül, igen. De a papa, mivel magyar, ő is beleteszi a magyar részét, szóval mi mind a kettőt próbálunk tartani. De mikor kimegyünk valahova külföldre, legyen Magyarország, legyen Lengyelország, argentinoan érzünk magunkat, és úgy viselkedünk, mintha argentinok lennénk. Ilyen magyar, lengyel, argentinok, szóval ez... És mindig az van, hogy amikor itt vagyunk, vagyis Buenos Airesben vagyunk, hiányzik a magyarság, de amikor Magyarországon vagyunk, vagy Pesten, akkor nagyon hiányzik Argentina, és akkor valahogyan soha... Nincs szóval meg a között. Megvan az összes, de mindig hiányzik a másik, tudod, ilyen furcsa. De nem tudunk azt mondani, hogy erre se van magyar, vagy a lengyel, vagy az argentin rész, mindenből vagyunk. Argentin barátunk van. Igen, de én mindig azt mondtam neki, és szerintem te is, hogy nem fogunk abba hagyni, a táncból, vagy a... És mindig át fogunk adni, amit tudunk Magyarországról és Lengyelországról. Vicceltünk is egy párszor a barátommal, és azt mondta, jó, de én akarok, hogy sportoljanak. Mondom, hát jó, a hétnek van 7 nap. Akkor 2 nap sport, 1 nap lengyel, 1 nap magyar, és akkor minden lehet megcsinálni. Igen, és mindig viccelünk, hogy meg fog maradni. Igen. Azt szeretnénk, legalább azt tervezünk. Úgy van, hogy nem baj, hogy kit ismerünk, vagy kit találunk, lehet magyar, lengyel, argentin, német, olasz, akárki, de hogy értsen, hogy mit csinálunk, és miért csinálunk, és hogy szeretnék továbbítani. Én vagyok Baltar Federico, uruguayi vagyok, és én vagyok a Tündérkert vezetője, uruguayi magyar névtáncsoport.
Nem magyar vagyok, tiszta uruguayi vagyok. Nekem a szomszédok, aki magyar volt, és egy nap mondja, Fede, megyünk a magyar ház, mert ott van a sok gyerekek, ott van a szép hely, van a néptánc csoport, és egy nap elmegyek, és most itt vagyok táncolni. Volt 20 éves előtt körülbelül. A néptánc csoport ez a legfontos magyar dolog Uruguayban, a magyar uruguayi magyar otthonban. Van négy level, a gyerekek csoport, a gyermek csoport, a ifjú csoport, a fő csoport és a senior csoport, az idősek. Körülbelül vagyunk 80 vagy 90 táncos, táncolni Uruguayban, és ez mi voltunk táncolni Magyarországon sokszor, az utolsó szor volt egy év ezelőtt. Mi voltunk táncolni Felvidék, Erdély, Magyarországon, és egész nap a magyar kultúra Uruguayban az legfontos. A nyelv sajnos az nem erős Uruguayban, mert a uruguayi magyar emigráció volt sok idő ezelőtt, és aki tiszta magyar volnak, mindenki meghallgat, és most van a szunokatestvérem, és nincs, sajnos nincs, beszélnek jól magyarul. Mi vagyunk 300 emberek, aki minden hét a magyar otthonba megyünk. Nem csak táncos, hanem a másik ember, aki jön, ott van a kuklipálya, és ott játnak, és ott van a magyar nyelviskola, és egy kicsit magyar restaurant. Ezer 1836 év volt az alapító, de a biztos a emigráció volt rége. Az magyar immigráció a
a nagyobb magyar immigráció Uruguayba volt az első háború végé körülbelül. Utána a világ háború közep volt a másik nagy emigráció, és a második háború utána volt a másik emigráció. A revolúció? Forradalom. Hogy? Forradalom. Forradalom. A forradalom utána nem volt a nagy emigráció Uruguayban. Igen, Argentina vagy Brazil. De nem az nincs volt az Uruguayban. Csak 5 vagy 10 ember az kevés. Figing a nevem. Én Argentinában születtem 20-valahány éves sel ezelőtt. És mindkét szüleim magyarok, az egyik már Argentinában született anyukám, akinek az anyukája magyar, tiszta magyar. Az én apukám, ő még Budapesten született, kivándoroltak 45-ben, egy éves volt szüleivel. Ausztriába mentek először, ott éltek 4 évig, és 49-ben érkeztek Buenosba. Azért választottak Argentinát, és nem USA-t, mint volt az a két lehetőség, mert az én nagy apukám, ő egy mezőkényérő agronomó. Agrármérnök. Az volt, és akkor jó. Persze, hogy Buenos Aires vagy Argentina volt a legokosabb, vagy a következő lépés. És ők, mióta nagyon kicsi vagyok, hogy megtanítottak, hogy én magyar vagyok, és azt is érzem most is. És azért követem mindent, amit csinálok, mint például a magyar kolóniában van a magyar iskola, ahol jártam 18 évig, vagyis ameddig 18 éves lettem, és cserkészetre járok, még mindig vezető vagyok, aktív vezető, és jó persze, hogy én néptáncra is járok, azért vagyok itt. Én most a regős együttesben vagyok, és imádom, pláne néptáncot imádom, főleg, mármint az az érzés, amit kapok, amikor hallom a zenét, vagy amikor tudod valakivel táncolni, és anélkül, hogy beszélhessünk, egymással kommunikálunk, és teljesen megértjük egymást. És az a fantasztikus, amikor elutazunk, és ilyen élményeket átélünk, amikor itt vagyunk brazilokkal, uruguayokkal, felvidékkel, és felkérnek táncolni, és nem is kell beszélni. És gyönyörű, amikor például tegnap este álltunk a táncház után, és maradtunk egy páran, énekeltünk népdalokat, és az megható, hogy mindenhonnan a világból ugyanazokat a dalokat ismerjük. Így hát remélem, ez soha nem hagyom abba. Bueno, nevem Zoho Paulo,
Argentinában élek, Buenos Airesban a szüleimmel. A nagyszüleim jöttek ki 45-6 körül, második világháború után, és azóta Argentinában vannak. A szüleim már ott születtek, úgyhogy de mi magyarul beszélünk otthon. Magyar volt az első nyelvem, úgyhogy jól megy. 21 éves vagyok, tanulok turizmust és hotel managementet Buenos Airesban. Dolgozok a papámmal egy elektronikus üzletbe. Nem értek nagyon hozzá. Cserkészkedek, már mióta 6 éves vagyok. Most már segédtiszt vagyok, úgyhogy élvezem minden szombaton, minden két szombaton. Táncolok már, amióta 14 éves vagyok kb. A regős csoportba. És élvezem. Nagyon élvezem. A nagyszüleim és az apám magyar. Az anyukám pedig benéz. És Argentinában lakom. Mert elmentem Venezuela-ről Magyarországra. És aztán ott ismertünk meg. A Balassiba. Szerelem. Igen, pontosan. Igen. Pontosan. Így van. És aztán Argentinában mentem tanulni. Valamikor műepítész akarok lenni. Nem tudom még. Hogy mennyi idő múlva? Igen, hogy mennyi idő múlva lesz. De imádom a magyar néptánc. Amikor Magyarországon éltem, akkor mondjuk, hogy beborítottam magyar kultúrával, és észrevettem, hogy ez egy hatalmas dolog, hogy minden, kicsit mindenből van benne. Így a helyzet. 2011-ben tanult meg magyarul. Előtte előtte tudod semmit. Igen. Nagyon jól beszél, nem? Igen. Jó, körülbelül. Körülbelül. Szerelem. Igen. Segített. Vasi Ilona vagyok. Szüleim magyarok voltak. Apukám szombathelyi, és kimenekült második háború alatt. És akkor Argentinába nőtt fel. És anyukám magyar, de már kint született Argentinában. Kiri-kiri. És apukám indította a néptáncot Argentinában, amikor 20 éves volt, és nagynéném és a Edi nagymamájával. Aztán apukám alapított a másik néptánc együttes délen, és akkor én voltam 9-10 éve. És ugyanaz, zene, volt egy óra vagy fél óra néprajztanítás, aztán így lépések és tánc. Délen hol? Délen, Buenos Aires, délen. Dél része. Miért alapítok még egyet? Mert ott is volt ilyen magyar közösség, és nem volt senki, aki már majdnem senki sem beszél magyarul, most sőt senki, és mi ott lakunk délen, és a magyar klub, ahol van a regős, az éjszakban van. Szóval majdnem 2 óra utazás, az utazok én 2 óra, és 2 óra vissza. Apukám mindig hozzám beszélt magyarul, de én mondtam, amikor tínédzser voltam, hogy nem akarok beszélni magyarul, és akkor így tökre elfelejtettem, és akkor kértem egy ösztöndit, és 2007-ben kimentem egy évre, és ott ragadtam, mondjuk. Visszajöttem, és visszamentem. És tavaly jöttem vissza. Múlt hónapban én szerveztem egy táncházat, ilyen nagy táncház, és jöttek lengyelek, jó magyarok persze, kelták, és horvátok, és nagyon jó volt, mert csak fiatal ember volt, ami nem vártunk, vagy és nem tudom, kettőig ott táncolt, és akkor mindenki tanított, és akkor ő átjött, mert főztünk, csináltunk székelykáposztát pénteken, szombaton, és akkor beszéltünk vele, hogy
figyelj, tánckázni, jó, és akkor reggel fogott egy hajót, és átjött Uruguayból, csak egy napra. Szóval ezek, nem tudom, ez így, csak mit csinálunk ezeket, nem tudom, és nem mindenki érti. Szóval, igen, van egy kis bolgár, aki ilyen néptánc betegség átadja, és ilyen, ez a fontosabb. Nem. És az hol csíp, hogy az a bogár, az honnan? Az a szívemben és lelkemben. Én nagyon-nagyon sokáig táncoltam, már egészen 5 éves koromtól kezdve. A Forrás Néptánc Együttesben Szászhalombattán kezdtem el táncolni. Aztán elkezdődött egyfajta szóló karrier. Eljártunk mindenféle szólótánc versenyekre, mert úgy gondoltam, hogy ez nagyon fontos a fejlődéshez. Ugyanis ezeken a szólótánc versenyeken a lényeg az, hogy fel kell rájuk készülni. És a felkészülésen, vagy a felkészülés alatt hihetetlen sokat lehet tanulni. És másfél évig volt szerencsém csak a főiskolára járni, mert hogy volt egy balesetem, pont a Cimbiék táborába kis csőszöm ment ki a térdem egyszer, és onnantól kezdve így omlott össze szépen az egész karrier, szépen lassan. Megmutattak kétszer, és akkor úgy döntöttem, hogy köszönöm szépen. Akkor ez így bőven elég volt a profi táncosi létből, és akkor jött az a lehetőség, hogy kimenjek Argentinába, mint cserediák. Én Tucumánban megismertem egy lányt, és azóta ez az érzés nem múlik, amit iránta éreztem, és aztán távkapcsolatban voltunk 3 évig, és most tudtam visszajönni. Ő járt Magyarországon, 2 hónapig volt ott, és most tudtam visszajönni. Fölajánlottak egy állást a YFU-nál, a cserediák szervezetnél, akikkel voltam kint Argentinában, hogy visszamehetek, mint gyakornok dolgozni az irodába, és természetesen azonnal éltem a lehetőséggel, és így jutottam el Buenos Airesbe. Március 15-én csak gondoltam, elmegyek, megnézem, hogy akkor milyen ünnepét csinálnak Argentinában március 15-e emlékére, és hát fantasztikus volt. És utána, hát szerintem rögtön összebarátkoztunk, nem? Elmentünk egyet bulizni, és onnantól kezdve kész. Nem is kellett, mint hogyha már nem tudom mióta ismernénk egymást. Nagyon hamar befogadtak, és természetesen nekem célom volt az, hogy megismerjem őket, és hogyha van rá igény, akkor én mondtam, nagyon szívesen tanítok táncokat is. És akkor mondták, hogy lesz Brazíliában fesztivál, én ezt nem tudtam. Úgyhogy szépen lassan az egész kezdett kibontakozni, és egyre inkább én is belemélyedtem ebbe a dologba. Az Edivel nagyon sokat dolgoztunk, csináltam egy fiú koreográfiát, egy veszősi pontozót, és az Edivel mindig hajnali 2-ig toltuk a kalotaszegi verbunkot. Aki az nagy álma volt, hogy ezt megtanulhassam, úgyhogy ebbe próbáltam neki segíteni. És tehát az egész egy ilyen hobbiból indult, és szerelem lett belőle. Tehát elképesztő a csoport, elképesztően összetartóak az argentin magyarok. Fantasztikusak. Tehát azt mondtam nekik tegnap is, volt egy gyönyörű szép momentuma ennek a tábornak tegnap este, hogyha eljön az az idő, hogy dönteni kell, hogy akkor hol folytassuk az életünket, majd a barátnőmmel nyilvánvalóan meg kell hozni egy nehéz döntést, akkor én eléggé biztonságban érzem magam mostantól mind a két helyen. Thank you.
Hát én ide kerültem Argentinába, 99-ben. 7 éves voltam. Nagyszőlősről. Kárpátalján. Én ukránul soha nem tudtam beszélni. Nem? Nem. Mindig magyarul. Igen, most nagyon boldog vagyok, hogy itt lakok. Visszamennék, de itt nagyon jó nekem. Otthon háború van. Igen. Nem, de Magyarországra mennék. Hát már nagyon rég nem megyek. Utoljára mentem 2005-ben. És azóta nem. De már mennék. Aki volt már rég elhagyott. Aki volt már rég elhagyott. Szebbre vágyott, mint én vagyok. Szebbre vágyott, mint én vagyok. Szebbre vágyott, csuhaj, de nem kapott. Szebbre vágyott, csuhaj, de nem kapott. Még olyat sem, mint én vagyok. Még olyat sem, mint én vagyok. Próbáljuk meg. Ha? Aki volt már rég elhagyott. Szebbre vágyott, még. Türszka Loránt a nevem, Brazíliában, itt São Paulo-ban születtem. A szüleim magyarok, mind a két Magyarországról jöttek. Az apukám még a háború után, 49-ben vagy 47-ben ide jött Brazíliába, de Rio de Janeiro-ba ment. És anyukám a háború, a forradalom után jött, 56 után, és direkt São Paulo-ba jött. Akkor egy magyar bárt találkoztak, és kezdtek namorálni, vagy összejönni, és akkor születtem. Nekem van egy húgom, és a magyar házban sokkal dolog csinálok. Kezdtem még cserkészedni, akkor cserkészedtem sokat, aztán kezdtünk táncolni, és most a magyar házban is dolgozom, mint ilyen kommunikáció igazgató. Na, mi más lehet mondani? Miért csinálok ilyen magyarok dolog? Mert úgy érzem, hogy közelebb vagyok a Magyarországra. Szüleim is kezdtek táncolni, amikor még kicsi voltak. De nekem nagyon érdekes táncolni, mert nagyon vidám, nagyon szép a zene, nagyon érdekes a ritmus, a tánc, mindenféle tánc. És ami nagyon érdekes, hogy minden kis faluba egy másfajta mozgás van, és másfajta figura van, akkor ez nagyon vidám és rich. Gazda, igen. És akkor még tavaly előtt kezdtünk zenélni is. Brácsás vagyok, a Zsivaj zenekar. A Pedro még hegedű, és az Alexandra a bőgős. Van egy másik brácsás. Akkor kezdtünk is tanulni egy kis ilyen magyar zene. A brazilok annyira elfogadják a befogadják a vándorlót, hogy tulajdonképpen jól érzed itt magad. 18 körül jött a paraszt emigráció, akik mint kolónok jöttek. Akkor jött háború után egy nagy értelmiségi és középosztály, keresztények, zsidók, minden össze-vissza, és azok elhozták a magyarországi hangulatot. Tehát amikor mit egy március 15-i ünnepély volt,
akkor itt? Olyan nagy, igen, akkor olyan nagy hazafias szöve, és akkor mi a regősök azt mondtuk, nem. Ez, más a dolog most akkor már. Kezdtek a fiúk táncolni, a verbunkost, akkor kezdtük a fákjalángot előadni, akkor kezdtük a bánbánnal a katonyos bánbánnal előadni. Szóval megváltoztattuk a kolóniának a hangulatát. Aztán az 5 éves 56-os forradalomra volt egy nagyon szép megemlékezés, mert eljátszottuk a forradalmat. Úgyhogy a közönségből jött ki a tüntető társaság, szóval fantasztikus volt, ez volt a nagy váltás, az öreg generációt akkor tettük. Mondtuk, hogy most már mit csináljuk, mert azok megvoltak, hát azt a kommunisták voltak, valaki fölment egy bordó zokniba, azt mondta a kommunista. Szóval ilyen... Amikor megjöttek az 56-osok, azt mondja, vigyázzatok, mert ezek már meg vannak fertőve. Aztán idő múlva eljöttem, ezek a jó gyerekek. Érted? Szóval attól kezdve, és akkor ez ment egy párat, akkor egész nyugaton az első Németh László darab az itt Brazíliában. Jöttatok el. A Galilei és a Széchenyi. És ez, képzeld el, hogy mit jelent, hogy te egy évig gyakorlod, te rajzolod a díszleteket, te rajzolod a rugákat, mindent, és egy évig, mert meg kell minden mondatot beszélni, mert azért az nehéz, ugye? És ezt előadott kétszer, egyszer Szampalóban és egyszer Rióban. Tehát nem az volt a fontos, hogy mi előadtuk, hanem az volt a fontos, hogy egy közösség összeállt, és együtt dolgoztunk. És ez a közösség, ez a baráti, ez még ma is megvan. Teljesen heterogén társaság van, marxista van, szélsőjobb van, baloldal van, amit akarsz. Ez egy ilyen turma, ami áll a 20-22 tagban, még máig is összejövünk. Összejövünk, mert ez a múlt, ez a mi összetartja. Van egy közös karácsonyunk, mindig akkor összejövünk. Az én szerepem ebben, én vagyok a motor, aki kitalálogat, és mindenkit megőrítek, hogy ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, és akkor csinálják, érted? Szóval én egy munkása vagyok a kolóniának. És engem nem érdekel, hogy ilyen kitüntetés, vagy olyan kitüntetés, vagy ilyen elismerés, de a brazil azt mondja, hogy ne hagyjuk a petákát leesni, ez egy játék, szóval nem hagyjuk el leesni, abba hagyni, szóval mindig van valami. Valami kölögni tovább, és ennek az eredménye ez a táncsoport például. Úgyhogy és ezért mi nem engedjük azt, hogy ide a magyar politika, bejöjjön. A napi politika bejöjjön. Mert abba a pillanatban megszűnünk. Azért fantasztikus, és azért bőgtem el magam a ünnepélyen, amikor ez a 200 gyerek a színpadon. A grand finale mert volt. Ez, ami, szóval tulajdonképpen ez, ami összetartja a fiatalokat. Úgyhogy én azt mondtam, felejtsük el a magyar irodalmat, kultúrát, itt egy lángos fest kell, és tánc, és éneklés, és ha ez van, akkor ez van. Itt van egy belga valaki, akinek van egy ilyen nemzetközi stúdiója. De mit szerezte azon a magyar? Azt látta, az egy csodálatos nép. Szóval Amerikában találkoztam egy, aki a Computadornak az egyik feltalálja, vagy magyarra, és kérdeztem tőle, hogy ti miért tudtok ennyit? Miért vagytok a Computador és a matematikához ilyen? Ilyen szakértők, igen. És akkor az azt mondta nekem, mondja a belga, hát igen, mert a magyar nyelvnek a szerkezete, a fejet úgy, az egész gondolkodást úgy... Nem is tudtunk ilyen. Mondom, lehet. És utána néztem, és ez igaz. Erről könyvek vannak. Szampolóban születtem, itt nőttem fel, magyarul beszéltünk otthon, de miután a szüleim elváltak, akkor egy kicsit többet beszéltem portugálul a apámnak a felesége miatt. Látunk sok vegyes házasságot, és az egy nehéz téma, mert
a másik nem beszél magyarul, de meg akarod őrizni a nyelvet, és akkor beszélsz a gyerekeddel magyarul, de akkor a férjed vagy feleséged nem érti, az egy kicsit ciki. De láttam már sok vegyes házasságot, amiben hát a két szülő megbeszéli először, van egy család, az egyik német, a másik magyar. És mind a két nyelvet meg tudták őrizni. Ahogyan mi megtartjuk a magyar nyelvet, mi tudjuk, hogy mennyire élvezhető. Hát például már utaztunk a tánc belül és a cserkeze belül és minden hova, ahol vannak magyarok. És az, ha valakivel házasodsz, valakivel, aki azt nem értheti, hogy mennyire jobb lehet, hogy nem csak azt a nyelvet tanulod, hanem egy egész világot megismersz. Más magyarokat és más embereket más helyekről, akik ugyanabban a szituációban vannak, mint te, hogy külföldi magyarok. De nem csak a magyar. Amúgy magyar az fontos, és ez nekünk a mi kincsünk. De minden más nemzetnek megvan a saját érzése, a saját kultúrája, és az is fontos őrizni. São Paulo-ban. A apukám még Franciaországban született, neki van két bátya, ők Magyarországban születik, még a nagy szüleim is. Anyukám brazil, és neki olasz családja van. Olasz nagymamám és nagypapám Olaszországból jöttek. Már táncoltunk, amikor nagyon pici voltunk, de csak a cserkészetben. Utána mikor 15 éves voltunk, volt itt a fesztiválon, 88-ban, és azután már nagyon akartunk táncolni. És kértünk, hogy a Piller gídától, hogy tanulj már nekünk, mert az kell. És akkor azután már kezdtünk mi táncolni, a mi generáció. Most már van ilyen tánc a picikének, én tanítom, én 2 évestől már kezdtem. De akkor nem tudtunk semmit magyarul, és magyarul volt az egész tábor, és kicsit ilyen féltünk. Mert csak tanultunk magyarul, amikor már felnőtt volt. Mert az én generációm, a szüleik nem tanítottak. Nem tudom miért. De a többi már jobban beszélnek, mint én. Nem, hogy én jól érzem magam bárhol. Csak ha emlékszem Magyarországról, mindig hiányzik nagyon értem. Én jól vagyok, bárhova megyek szerintem. Már értem sok helyen, de ha elkezdek beszélni Magyarországra, ilyesmi, akkor nem bírom. Együttes. És meg is látogattak bennünket, és 4-5 napot ott töltöttek. Elhívtuk az Ajka Padrók táncegyüttes tagjait, volt egy kis közös táncolás. Az uruguayiak is bemutatkoztak. Az Ajka Padrókot is táncolt egyet, aztán egy kis táncházszerűség belőle. Nekem az első igazi meglepetés akkor jött be arról, hogy Dél-Amerikában biztos valami nagy dolgok vannak, mert Uruguayból jön egy magyar néptánc együttes. Az egy dolog, hogy tudnak magyarul beszélni. Nem mindenki, de azért a nagy része meg tud szólni magyarul. Azt még így értem, hiszen a felmerő járból valahogy megtanulták. De gyönyörű magyar népviseletbe jöttek. Olyan viselet volt ott mindenkin, hogy egy magyar táncegyüttes megirigyelhette volna. Tehát nem tudom, hogy azok hol készültek, valószínűleg Magyarországon. De meg volt az az igényesség,
hogy megrendeljék, megszerezzék, utána járjanak. És olyan viseletek voltak rajtuk, amit mi szívesen hordtunk volna, amikor az ajkapadrak után szétesben annak idején. És akkor ehhez még jött az hozzá, hogy amikor ezt a viseletet megtáncoltatták, akkor hát majdnem, hogy szégyenbe maradt az ajkapadrak után szétes. Tehát nagyon rendben volt a dolog. Tánctudásba, viselkedésbe, az egész magyarság érzéshez való hozzáállásban minden szempontból. És akkor ott ugye a rövid beszélgetéseink, esti bulizásaink közepette megbeszéltük, hogy jó lenne előbb-utóbb találkozni. Én nem tudom, hogy végülis a meghívás az hogy alakult. Tehát, hogy ebből lett-e, vagy máshonnan, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy most mi viszonzásképpen itt lehetünk. Szíve csinál valamit, akkor elfogadja szépen, de ha nem, akkor nagyon veszélyes ez az ember. Igen, látom rajta, hogy egy alvótig is nyugszik benne. Na, Isten. Macsétát előnevet, barátom, mert... A tu nombre y con respeto está... Obrigado. Szóval azt látom, hogy amellett, hogy szeretnek táncolni, szeretik a népi hagyományt, a magyar népi hagyományt, ismerik a népdolgok egy részét, keresik a nyelvet, megtanulom, hogy magyarul. Emellett most már egyre többen olyan mélységig merülnek bele a tánckultúrába, hogy már a magyarországi együttesek is megirigyelhetnek. És most egy ilyen gálát láttunk ugye a hétvégén, szombaton és vasárnap is. Előtt tartottunk egy kis értékelést. Nem nagyon tudtam rosszat mondani, hogy egy nagyon jó irányba haladó néptánc mozgalmat vonultatunk ki fel ez a fesztivál. És hát a másik nagy élmény az meg ez a szimpózium, ez a képzés, ami itt zajlik most a dzsungel közepén. Nagyon messze a lakott területektől, São Paulótól körülbelül másfél órára. És tulajdonképpen a világtól elzárva térerő, telefon és internet nélkül dolgozunk már egy hete. Úgyhogy most már itt lassan a tábor végén azt mondhatom, hogy egy ilyen nagyon szép folyamatot zárhatunk le. Aki innen hazamegy, az elviszi a tarisznyájába a boncigai táncokat. Az érzelmek csapdosása, az érzelmek szárnyalása ez az egész hétvége. Fölismeri azt, hogy valamilyen kötődése van a magyar hazához, a nemzethez, vagy egyáltalán szülői, nagyszülői, sokadik felmenői ágon ő neki valamilyen magyar gyökerei vannak. És ezek után, a felismerések után neki áll, és megtanulja bármilyen szinten a kultúrát, ha csak a tavaszi szél vizet áraszt, vagy a magyar himnuszt el tudja énekelni, az már megtiszteltetés nekünk, azt gondolom. Ha meg ezen túl még olyan mélységekig is eljut, hogy a táncnak különböző települések, különböző tájegységekre
jellemző változataival, stílusaival foglalkozik, az meg már sokkal több van nála, ami elvárható. És itt azt látom, hogy minden közösségből, minden országból, ahonnan érkeztetek, nagyon-nagyon komolyan veszitek ezt a történetet, és nagyon-nagyon nagy munka van a színpadra vitt koreográfiák mögött. Olyan szintű munka, amit mondom, az anyaországban is nagyon sokan megirigyelhetnének, és ez tiszteletre méltó. Ezt nagyon régen csináljuk, és szinte nem lep meg már semmi. Ez olyan szempontból értékes és érdekes nekem, hogy azokkal vagyok együtt egy hétig, akiket nagyon szeretek, testvérek minden szinten, nem csak szakmailag, és élvezzük egymást. És mindig rossz, mikor vége, mert tudjuk, hogy egy csomó ideig megint nem fogunk találkozni. Szóval nekem ez a legérzékenyebb pontja a dolognak. És hogy folytatni kell, remélve, hogy össze tudjuk hozni a következőt. Nem, ilyen események nem történtek, és semmi kapcsolatunk nem volt se az anyaországgal, se a határon túllal, semmivel. És a merítés az nem az eredeti forrásokból folyt, hanem egy pár könyvből, emlékekből, a nagyoknak, az öreknek az emlékeiből, szüleimnek az emlékeiből. De minden esetre valahogy csodás módon minden emigrációs gócban megszületett a néptánc, a magyar oktatás, a cserkész mozgalom az óriásian erős. És nagyon régen tart. És ez az egyetlen menedékünk azoknak, akik magyarokként lettünk felnevelve. És akik elvállaltuk a magyarságunkat, mondjuk. Nem volt kiút, de volt, aki nem vállalta. És a legérdekesebb az egészben az igazából az, hogy én esetemben, én egész 10-12 éves koromig azt hallottam otthon, hogy majd mikor hazamegyünk, a szüleim szájából, ugye. És az a hit volt bennem, hogy ez egy átmeneti valami, bár én Argentinában születtem. Aztán, amikor észrevettem, hogy nincs hazamenés, és hogy mi az a hazamenni hova, akkor elkezdődött ez. Szóval kb. 12 éves koromban kerültem be a néptánc világába, ami akkor még nem néptánc volt, hanem egy elképzelt szép fantázia, mert a forrás nem állt rendelkezésre. És azóta csinálom. Aztán megtörtént az első magyarországi út, és akkor vettem észre, hogy miről van szó, és hogy ide akarok tartozni. Végleg. Mi a dolgokat azért csináljuk, mert van egy feladatunk, ami tulajdonképpen felülmúlja ezt a felfogást, egy feladat, ez egy misszió. És a megmaradás és a közösítés az a mi munkánk. Szóval ezt az ember nem azért csinálja csak, mert beleszeretett közben a szakmába, meg a foglalkozásainkba, hanem mert ez, ha mi ezt nem csináljuk, akkor tényleg kihal a magyarság fele. Remélem, hogy mindenki fel tudja ezt fogni, hogy a magyarság fele nem otthon van. És ha az emigráció, mondjuk emigráció leszármazottjai, abba hagyjuk a munkánkat, akkor megszűnik abszolút minden. És szóval ez a két szó, hogy megmaradni magyarul, magyarnak, és közösíteni, minél több embert magunkhoz hozni még egyszer, mert sokan eltávolodtak a mozgalomtól. Nem gondok miatt, hanem házasságok, meg az életkörülményei. De a munkáknak az a célja, nem az, hogy most milyen perfekt egy koreográfia, vagy mennyire virtuóz egy táncos, ha már fesztiválról beszéltünk, ugye. Hanem mi ezt is azért csináljuk, mi. És a hazaiak nem azért csinálják, ez az óriási különbség, érted? Mi csak a megmaradásért, és nem a mi megmaradásunkért, hanem a magyarság továbbfejlesztéséért csináljuk. Szóval ez különbözteti meg ezt a mozgalmunkat akármi mástól, amit nagyon kevés hazai magyar ért meg. A határon túliak jobban felfogják, de az ő helyzetük megint teljesen más.
Pont az este meséltünk egymásnak a Misivel még egyszer, mert mi is találkozunk gyakran, de kevés ideig, hogy mennyire más az ő megmaradásuk, mondjuk, gondja. Mert ők otthon vannak, de mégis meg kell maradjanak, és mi nem vagyunk otthon.